Hello srácok! A mai videóban egy nagyon izgalmas, sminkes kihívással jöttem. Valószínűleg nektek amúgy nem lesz annyira izgé, de nekem az. Ugyanis magyaroknál még nem igazán találkoztam ezzel a kihívással. Külföldi videósoknál láttam leginkább ezt a kihívást, mégpedig a Google Pick My Makeup kihívást, ami magyarra fordítva kb. Annyit jelent, hogy a Google választja ki a sminkemet. És ezt úgy kell elképzelni, hogy a vezetéknévnek az első betűjét, jelen esetemben a P, mint para, és azt hiszem, hogy a keresztnévnek az első betűjét, magyarul a K-t, mint Kim, kell egybeírni, hogy PK, mint a postaköltség, és beírni Google-be, hogy PK, és amögé bügyeszteni azt a szót angolul, hogy look, ugye, ami így a kinézetet jelenti igazából. Szóval azt kell beírnom nekem most a Google-be, hogy PK look, és amit legelőször ad ki, mint fotó, azt a sminket kell megvalósítanom, hiába nem egy smink éppen, pont ezben a lényeg, ha mondjuk egy dagadt macska, akkor abból kell inspirálódnom, és olyasmi sminket kell készítenem, szóval ikletet kell merítenem az adott képből, amit legelőször ad ki a PK lookra a Google. Direkt nem néztem még meg eddig, hogy mi lesz az én képem, de akkor most itt veletek együtt megnézem. Csak ugye annyi lesz, hogy ti most így helyben nem látjátok, majd itt megmutatom kamerába, meg csatolok egy screenshotot, de akkor most beírom azt, hogy PK look. Jó, hát kiadott ilyen arabokat, de várjatok, amúgy megmutatom, beírtam ugye, hogy PK look, ott van, PK look, és ez a legelső fotó, szóval nekem most ez kell megvalósítanom valamilyen filmformájában, valamilyen sminkformában. Hát annyit látunk rajta igazából, hogy van itt egy ilyen csávó, egy ilyen, meg egy ilyen. És akkor igazából szerintem, hát sárga van benne annyi biztos, de mostanában csináltam egy sárga sminket, szóval lehet, hogy sárga nem lesz benne. Viszont van itt sárga, kék és leginkább piros. Ezekkel a színekkel fogok most megpróbálni készíteni egy sminket. Valószínűleg eléggé színes lesz a kreálmányunk, de hát ez a kihívás lényege. Szóval én még jól jártam, mert sok szín van a képen, tehát tudok válogatni bőséggel, és akkor lássuk. Mivel az alapozás meg a fejem többi részét megcsináltam a videó előtt, így egyből rá is térhetünk a szemeimre. Először is a Catrice-es kamuflás korrektorommal kezdem, ami a 10-es árnyalatban van meg. Ez lesz most jelenleg a primerünk. Majd miután ezt elvégeztem, rakok rá a NYX-nek a Milk árnyalatú Jumbo Pencil-jéből a szemeimre. Ez segít majd nekünk abban, hogy élénkebbek legyenek a színek. Elsőként a Lime Crime Venus 2-es palettájából viszem föl a világos kék színt. Ezt egy jó ideig próbálom satírozni, és mindkét szememben ugyebár megcsinálom. Majd erre jöhet a NYX Ultimate Shadow palettájából a élénk kék szín, amit szintén ugyanígy elsatíroztam, csak ezt már a mozgó szemhéjamra is felvittem, koncentráltabban, mint láthatjátok. Ismételten előkerül a korrektor, de most a szem zugomból rakok belőle először csak egy keveset. Ezt majd láthatjátok, hogy sokkal többet, addig, amíg elégedett nem leszek a végeredménnyel. Ugyanis ennek az lesz a lényege, hogy jobban megtapadjon a szemhéjpúder, illetve hogy elfedjük a kéket, ezáltal élénkebb legyen a sárga szín. Ez egyébként egy ilyen stick termék, Shadow Stick, ami egy ilyen kis, stick most nem jut eszembe magyarul, nem azért, mert én nagy angolos vagyok, csak hülye vagyok, aztán nem jut eszembe tényleg, hogy rúd, szóval ez egy ilyen szemhéj púder rúd, ami amúgy nem púder, de ennél jobban nem tudom elmagyarázni. Na mindegy, ebből is rakok fel a szememre, mint láthatjátok, hogy milyen a termék, ez egy ilyen krémes állagú dolog. Aztán erre is rakok még szemhéjpúdert, szóval így próbálom, hogy minél élénkebb legyen a sárga, mert ez annyira nem látszódott sajnos. Kettő darab szemhéjtus használtam ennél a sminknél, egy sima feketét, illetve egy pirosat, ami inkább ilyen rózsaszínes. Mind a kettő NYX termék, szokásosan, hát esküszöm, hogy nem fizetnek érte.
Tényleg ez a legtöbb cuccom nixes. Ezután felkerültek a műszempilláim, majd az alsó vízvonalra került a nixnek az egyik fehér szemceruzájával egy kis... Hát fehér szemceruza. Szóval... Igen, igazából a szemsmink az úgy kb. Ennyiből is áll. Végezetül már csak az ajkaim maradtak, aminél úgy voltam, hogy jó lesz ehhez egy rózsaszínes szín. Ugye a kedvencemet láthattátok, ami a NYX-nek a Sweet, Sweat, Sweet, Vit, tudom én miéből a No Envy, vagy Envy, vagy nem tudom milyen árnyalat. Ez egy szép rózsaszínes szín. És ez a kedvencem egyébként, még mindig. És ugyebár a képen látható volt egy kis rózsaszín is, ezért arra gondoltam, hogy édeni fog. Végül pedig elkészült a kis színes sminkünk. Szóval ennyi. Na és igazából ennyi lenne ez a smink, amit erre a kihívásra készítettem. Nem tudom, miért adtam ki ilyen borjú hangokat. Szóval... Ja. Az a vicces, hogy amikor megláttam a képet, fogalmam sem volt, hogy mit fogok készíteni, aztán így random állt össze a fejembe az ötlet, így egy-két percen belül megvalósítottam, és ahhoz képest szerintem nem lett olyan rossz. Nekem amúgy az a vicces, hogy még úgy tetszik is. Jó, nem mondom azt, hogy ez ilyen mindennapos smink rutinom lenne ez a smink, de amúgy nekem bejön tényleg. Aztán igazából igaz, hogy ez egy kihívás, de nem hívott ki senki, és én sem hívok ki senkit, de azért remélem, hogy tetszett nektek, és majd találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!